Mindenkinek csoda szép estét, nagy-nagy szeretettel köszöntöm ma este is a kedves Pentart alkotókat. Tartsatok velem, és készítsünk egy különleges, púderes, májvás színvilágú őszi ajtó dekorációt, vagy őszi koszorút, ugyanis bárhova el tudjátok majd helyezni ezt a gyönyörűséget. Nonó várja ma este is a hozzászólásaitokat, én pedig várlak benneteket nagy-nagy szeretettel. És ma viszonylag nagyon kevés alapanyaggal fogunk dolgozni, annál többet fogunk maszatolni, festékeket, bársonyborokat kevergetni, úgyhogy egy igazán izgalmas este lesz a mai is, és a legfőbb alapunk az ez a hungarocell félkoszorú lesz, ami 25 centis, illetve puha dekorgumiból fogunk nagyon szép őszies faleveleket vagy virág utánzatokat készíteni majd. Gyönyörű színekkel fogunk dolgozni, úgyhogy biztosan sokatokat el fog varázsolni ez a mai őszi koszorunk. Nonóka, érkeznek a Pentart alkotók? Igen, már 40-en vagyunk. Ó, de ügyesek vagytok, szuper! Nagyon örülök! Van Zsejke, Szepes Erzsike, Buzás Erika, Balog... nem, Kovácsné Balog Eszter. Nos, hát első lépésként festeni fogunk majd. Festeni fogjuk a félkoszorú alapunkat, illetve a puha dekorgumit is majd kitaláljuk, hogy milyen színekre festjük. Én ma egy olyan koszorút képzeltem el, aminek a színei nagyon-nagyon harmonikusak, majd hogy nem ugyanolyanok, és ebből fog ma valami különlegesség kikerekedni. Mindjárt betekerek egy ilyen festékes lapot egy kis alufóliába. Természetesen a sok-sok Pentart alapanyagot megtaláljátok a Pentart hivatalos viszonteladóinál, a hivatalos viszonteladóknak a listáját pedig megtaláljátok a www.pentart.eu oldalon. Egy nagyon-nagyon gyönyörű, szép színt fogunk először használni, ez nem más, mint a matakrél festékek közül a málna szín. És ezt a málna színt fogjuk keverni a matt akrél festékeknek a bézs színével. Jó, hogy több is van itt, mert ebben nem sok van. Remélem, hogy sokan kedvelitek ezeket a nem szokványos színű őszi dekorációkat, ugyanis a miénk ma egy ilyen különleges májvás színvilágú lesz, de mivel már ugye beharangoztam, hogy bársonyporozni fogunk, ezért biztosan nagyon sokatoknak eszébe jutott, hogy a bársonypor, a szivárvány minden színében megtalálható, és bármilyen színt választhattok, akár gyönyörű szép napsárga árnyalatokat, narancsokkal kiegészítve, vagy gyönyörű barnás árnyalatokban is elkészíthetitek a mai alkotást, vagy esetleg nagyon szép zöld színekben, mindegyikkel biztosan csodaságokat fogtok készíteni. Én ma ezekkel a májva színekkel fogok majd festeni. Málna és bézs szín, és most ezt egy kicsit összekeverjük. Körülbelül egy az egy arányban van a bézs, illetve a málna szín, és ezzel egy ilyen nagyon-nagyon kellemes májvás színt kapunk. Gyönyörű. Már most mese szép. És ezt a csodaszép színt már is felviszem a hungarocell alapra. Alá teszek egy sütőpapír, mert sokat fogunk ma festeni, és hogy félre tudjam tenni a frissen festett. Dolgokat. Szivacsacsetet használok a festéshez, hogy
nagyon szép egységes felületet kapjak. Ha bármi kérdésetek van, akkor természetesen hozzászólásban tegyétek fel, és nagyon szívesen válaszolok nektek. Hát nálunk ma már végérvényesen beköszöntött az ősz, kicsit szomorkodok is miatta, mert én úgy képzeltem, hogy nagyon hosszú nyár lesz az idei. Erre föl nem elég, hogy lehűlt az idő, és reggel, illetve este is meg lehet fagyni. Nálunk ma egész nap szakad az eső. Jó, itt a szép színe van. Most egy képenesi. Mindig egy árnyalattal szebb színt képzeljetek el, mint amit a képernyőn láttok. Rózsalajci, Cipráli, Elenka, Bipécsi, Julianna, Varga, Tündi, már 120 vagyunk. Hú, de szuperek vagytok, nagyon örülök, köszönöm szépen, hogy ilyen sokan itt vagytok ma este is, és minden csütörtök este is. Ez már így is nagyon szép. De majd még milyen szép lesz. Nem is gondoltam, hogy ilyen sok festék rá fog menni erre a 25 centis koszorú alapra. Úgy gondoltam, hogy bőven a fele megmarad. Hát nekem is vannak még meglepetések. Jó. Kicsit kiigazítom, mese szép. Már most pazar színe van. És ezt félre is teszem száradni. Még egy sütőpapír. Tármai Miklós Nyágír, és szép mindenkinek, nagyon kíváncsian várom, mi szépség készül ma is. Hát én is kíváncsian várom, hogy mit fogunk készíteni ma, majd kiderül a végén. Izguljunk együtt, Ágika. Ezt az 50x50 centis puha dekorgumi lapot fogom használni, és úgy gondoltam, hogy ebből készítünk majd ilyen levélszerűségeket, vagy virágszerűségeket, majd amit sikerül, hogy könnyebben tudjak vele dolgozni, mondjuk körülbelül így az egyharmad részét levágunk. És még ezt mondjuk így három, nagyjából három részre vágom. Így szerintem egyszerűbb lesz. És újra keverjünk egy kis festéket. Megint ezt a csodaszép málna színt fogom használni. Hát az egyik dekorgumira csak így rákenem. Jaj, gyönyörű színe van. Gyönyörű. Nekem ez a szín, ez leginkább az őszi rózsákat juttatja az eszembe, vagy a gyönyörű, nagy cserepes krizanténokat, azok is ilyen szép színűek, de mondjuk eszembe juttathatná a kicsit a szederszínt is, félig érett szederszínt. Vagy minek van még ilyen színe? Ehhez teszek még egy kis bézs színt. Benne is hagyom a spatulát.
Hogy balog ezt a Cili, hogy neki egy isteni fagyi jut róla eszébe. Na, az is, az is. Fagyi is eszünkbe juthat róla. Bár ilyen időben. Nem is tudom, hogy eszünkbe juthat-e még a fagyi. Nálunk nagyon rossz idő van. Hihetetlen, hogy még egy pár napja nyár volt. Úgy gondoltam, hogy ilyen színes. Tóth Jucus írja, hogy sziasztok, azt mondtátok, hogy kérdezzünk, hát kérdezek. Jó. Mi lehet a baj? Szürke alapra kentem feketét, és azt akartam egyfázisú repesztővel repeszteni. Az egyfázisú repesztő régi, vagy... Vagy vékonyan volt, felkenve. És hogy mat szürke hiányában metál szürkével kente. Picit sem repett. Hát, hogyha először volt a szürke, utána volt az egyfázisú repesztő, utána volt a fekete, akkor véleményem szerint a probléma az a repesztő laknak a vastagságában lehet, hogy esetleg nagyon vékonyan volt fölkenve, vagy pedig egy másik ok miatt nem szoktak repedni a repesztő lakkok, hogy például az egyfázisúnál előfordulhat az, hogy nagyon sokára van rákenve a második festékréteg, és azért nem reped meg. Én azt javaslom, Jucus, hogy kedd le most újra szürkére, utána vagy két vékony rétegben kent fel rá az egyfázisú repesztőt, vagy pedig egy kicsit gazdagabban, mint ahogy eddig, és ha szobahőmérsékleten vársz egy 40 percet, akkor biztos, hogy megszárad annyira az egyfázisú repesztőlak, hogy rámehetsz a kettes, de hogy a kettesen rámehetsz a fekete festékkel. Még akkor is eltűnhetnek a repedések, hogyha nem egy irányba kened föl a második réteg festéket, hanem oda-vissza húzogatod az ecsetet. Egyszer volt itt a, nem is tudom, hogy az még a Pentart dekor csoportban volt, vagy már a Pentart oldalon volt ilyen repesztő sorozat, 3 héten keresztül csak repesztettünk, semmi más nem csináltunk, az összes repesztő lakot kipróbáltuk, és szerintem ebbe a repesztő sorozatnak az első részébe lehetett az egyfázisú repesztőlak, mert Holzer úrral ilyen tudományosan állítottuk össze a repesztős sorozatot, úgyhogy szerintem az egyfázisú repesztő az az első részben volt benne. De vannak itt nagyon-nagyon kedves és lelkes Pentart alkotók, akik sokkal jobban emlékeznek rá, hogy a Pentart oldalon vagy a Pentart dekorcsoportba kell lekeresni, és hogy melyik részben volt a 3 közül az egyfázisú repesztő. És majd ők mindjárt segítenek nekünk. Erre a kettőre felkentem foltokba ezt a sima málna színt. Erre az egyre felkenem ezt a... bézzsel világosítottam. Csak így. Esetleg tudtam Jucusnak segíteni, vagy? Még nem válaszolt. Ehhez teszek még egy kis bézst. Azt írja, hogy köszi szépen, úgyis megharcolom, nem adom fel. Nem is szabad feladni, biztos, hogy sikerülni fog. Vagy túlszárat, vagy az én tapasztalatom az az, hogy általában vékonyan viszik föl az alkotók elsőre az egyfázisú repesztőlakot. Úgyhogy szerintem azzal lehetett egyébként a probléma.
Gazdagon, gazdagon kell felvinni. Bőségesen. Most az jutott eszembe, hogy ne kelljen megfordítani a másik oldalukat, így egymásra rakosgatom őket. Na, hát csupést teszek. Tudjátok, hogy nagyon szeretek maszatolni, na majd meglátjuk, mi lesz belőle. Mint látjátok, ez a mai alkotásunk tökéletes, gyerekekkel elkészítve is. Ezt biztos nagyon élvezni. Csak össze-vissza maszatolunk. De szerintem utána majd nagyon szép lesz. Amikor nehéz napotok volt, feltétlenül vegyetek elő kétszínű akrilfestéket, egy puha dekorgumi lapot és egy szivacsecsetet. És már is jobb kedvetek lesz. Jó, de szépek ezek a színek. Na és most ezt is ráteszem. Ezek nagyon szépek lettek. Ahol még egy kicsit fehér, oda valami színt teszek, de maradhatnak fehér foltok is. Na, mit szóltok, milyen szép színeink lettek? Ezt a festéket félreteszem. Biztos, hogy elakadt a szavuk. De nagyon szép lett. Én nem riadok meg attól, hogy festékes lesz a kezem, majd popsi törlővel letörlöm, utána pedig nagyszerű súrolóim vannak a kezemre száradt festékekhez, úgyhogy engem ez abszolút nem zavar. Akit zavar az, hogy festékes a keze, az vegyen föl gumikesztyűt. Most pedig ezeket a félig száradt puha dekorgumi darabokat egy kicsit így össze gyűröm. Mindig jó azt ide. Akkor jó.
jól megtekergetem, ezzel jól megpuhul, és nem lesz ilyen merev tartása. Mint egy megszáradt popsi törlő olyan. Csak egy kicsit jobb a tartása. Azt mondja, hogy most tekertem el, de akkor most áttekerem mind a két irányba. Emlékeztek, régen nagy divat volt, még szerintem ilyen 20 évvel ezelőtt is ezek a bőr hatású fali képek, és ott is olyan nagyon szép légies virágok voltak a bőrökből kialakítva. Nekem most az jutott eszembe, hogy lehet, hogy majd arra hasonlít egy kicsit. Na, mondjuk így, tényleg olyanok, mint a megszáradt popsi törlő. Te rendben a kezed is utána rendben. Olyan lesz. Nyugodtan ezeket is be lehet építeni. Már több alkotásnál is eszünkbe jutott, hogy a nagyon szép színű popsi törlőket érdemes újra hasznosítani. Igaz, hogy olyan. Na, egy tiszta sütőpapírt teszek. Popsi törlő már nincsen közte. Öntapadóra száradó ragasztót, vagy pedig füstfólia ragasztót használjunk a bársonypornak a fölragasztásához. Én most csak így belocsolom vele a puha dekorgumi. És mivel jól összegyűrtem, ezért előfordulhat, hogy egy-két helyre nem kerül ragasztó, de így szerintem sokkal szebbek lesznek nekünk ezek a levél utánzatok. Csak ilyen szép vékonyan. Majdnem ugyanaz a szín egyébként, mint három, de mégsem. Még talán ez a kettő nagyon hasonlít egymásra, de ez remélem, hogy a kamerán is világosabb. Igen. Ebbe volt a sok bézs.
Csak az egyik oldalukra fogok versenyport tenni, a másik oldaluk az megmarad simán. Sem az öntapadóra, száradó ragasztót, sem a füstfólia ragasztót nem szabad hajszárítóval szárítani. Hogyha végképp az marad, hogy gyorsítanunk kell a száradást, akkor így legyezgessétek. És addig kell várnunk, amíg átlátszóra nem szárad a ragasztó. Ez nagyon fontos, különben csomósodik a bársonypor rajta. De annyira vékonyan kentem föl, hogy ez mindjárt jó is lesz. Egy pár percre félreteszem ezeket a puha dekor gumilapokat. Megint egy tiszta sütőpapír. Egyébként ezek sem olyan tiszták, mint látjátok, ezek is ilyen újrahasznosítósak, többször is fel lehet ezt használni. És akkor jöjjön a bársonypor. A bársonyporhoz ilyen kis pohárkákat készítek ki, és gránátvörös, kék, királykék és bézs bársonyporokat fogunk használni, ebből keverünk valami csodaságosan szép színeket. Először is ebből a gránátvörösből teszek ki. Mondjuk ennyit. Ez ugye ez egy fantasztikusan gyönyörű bordó szín, tényleg nagyon-nagyon szép, így önmagában is, de hogy ezekhez a májvás árnyalatokhoz még jobban passzoljon, én egy kevés kéket teszek hozzá, mondjuk így. És első körben most ez a bordó szín egy kicsit ilyen padlizsán lilás lesz. Még egy kicsi kéket teszek hozzá. Most ez a gránátvörös, illetve ez a királykék bársonypor nagyon-nagyon szép, finom szemcséjű, de lehet, előfordulhat az is, hogy egyik-másik bársonypor egy kicsit ilyen csomósabb, nem kell egyáltalán megjedni, addig kell kevergetni, simogatni, amíg ezek az apró kis csomók külön nem válnak, vagy szét nem válnak. Most egy kicsit ilyen lilás árnyalata lett, és ehhez teszek hozzá egy kis bézst, ugyanúgy, mint a festéknél. Az első adag bézs szépen összekevertem. Na nézzük, hogy mit mutat ez a szína
Ha csak piros bársonypor van otthon, ezzel is ki lehet keverni? Biztos a pirossal is ki lehet keverni, lehet, hogy akkor egy picit több kék kell hozzá, vagy lehet hozzátenni egy kis barnát. Most így ebből szórok rá, nem csinálok még vele semmit, csak így rászórtam. Ebből a porból, a keverékből teszek át egy másik kis pohárba, és még bézs színű bársonypor teszek hozzá, majdnem ugyanannyit, mint amennyi a kis pohárkába volt. Katalin írja, hogy nagyon szereti ősszel a bordópa leveleket. Nagyon szépek is. Látszik a különbség a kettő között? Na most ebből is szórok rá. Ebből megint veszek el. Csak egy ennyit. És ehhez pedig csak bézs színt teszek. Mondjuk kétszer annyit, mint amennyi a kis pohárkában van. Bocsánat. Tele vagy az orrom ezzel a bársonyporral. És ez pedig egy bézs szín, egy lehelletnyi rózsaszínes árnyalattal. Biztos látszik a különbség. Mintha egy kis bársony anyagdarabkát kaptunk volna. Jól megdürüszkélem, hogy egy kicsit ilyen kopottasabb legyen másik irányba is. Szerintem nagyon szépek lesznek. Ez az első, na akkor jöjjön egy másik. Már is felhasználom ezt a maradékot. Fumirádra teszed a bársonyt? Igen. Ez az a puha dekor gumilap, ami ugyanolyan színű volt, mint az előző, olyan színűre volt az alapja festve, de ahogy más arányba kerültek rá a bársonyporok, ugye itt a világosból tettem többet, már is nem ugyanaz a szín a kettő. Ezt is összedüriszkélem egy kicsit. És közben unokát megkérem, hogy a ragasztópisztolyt kapcsolja már be nekem. Nagyon szép színei vannak. És itt jön az utolsó puha dekorgumi lap, ami a legvilágosabb,
és szeretném is, hogyha ez ilyen világosabb árnyalatú maradna, viszont ebből a keverékemből már nincs sok, úgyhogy teszek még hozzá egy kis vést. És egy lehelletnyit teszek ebből a legsötétebb színből is. Majd Nonu mindjárt megkérem, hogy mutassa meg nektek közelebbről a dekorgumiknak a felületét. Minél sötétebb a bársonypornak a színe, szerintem annál varázslatosabb maga ez a bársonyos bevonat. És ugye a bársonyporok akkor adják a legtömörebb látszatot, hogyha szinte majdnem ugyanolyan színű az alapszín, mint amilyen a bársonypor. A hungarocell karikánk majdnem megszáradt, egy kicsit sajnos még rá kell szárítanom. Most nem olyan szép, mint frissen festve volt. Mit szóltok a puha dekorgumi darabokhoz? Láttok benne lehetőségeket? A maradék bársonyporokat egyelőre félretettem, és akkor most jöjjenek ezek a puha dekorgumi. Ebből például ilyen keskeny csíkokat vágok. Nem kimondottan levélformákat. Nagyon szépek a dekorgumik. Szépen? Szerintem is szuper jól néznek ki. Ezt még meghagyom. Nagyon különleges, ilyen luxi látszatot adnak. Ebből is vágok keskenyebbet, szélesebbet. És félreteszem. Ti milyen koszorú díszítést kedveltek? Az egészet nem fogjuk bevonni, bár úgy is szuperül néz neki. Én arra gondoltam, hogy vagy így ezt az alsó felét
re tudnánk egy díszítést készíteni, vagy egy kicsit így féloldalasan. Melyik tetszene nektek jobban? Az aljára kialakított díszítés, vagy féloldalas díszítés? Féloldalas. Arra gondoltam, hogy mivel a tapasztalatból tudom, hogy nagyon rosszul lehet ragasztani a bársonyporra, még ragasztópisztollyal is, hogy a díszítést először felrögzítjük, és amikor megvagyunk a díszítéssel, na akkor fogunk még egyszer bársonyporozni, és akkor bársonyporozzuk majd be magát az alapot. Akkor találjunk ki valami klassz díszítést, hogyha mondjuk ezeket a kis darabkákat csak így egyszerűen mondjuk így majdnem a közepénél megcsavarom, akkor szinte ilyen levélformákat kapunk. Féloldalas nyert, igaz? Mm-hmm. És nektek így lesz szép ez a rész, nem ez. Urkapálcát is használhattok, hogy ne a kezeteket égessétek meg. Nekem is itt van, majd mindjárt használom. Ugye ezt a puha dekorgumit nem a legegyszerűbb ragasztani, főleg nem hungarocellre, de megoldjuk. Akkor most jön ez a középső árnyalat. Hello, Blanche! Na, milyen színei vannak? Na, most már tudjuk, hogy nekem tetszik, úgyhogy haladunk mindjárt egy kicsit nagyobb léptekkel.
szép színei vannak? Nagyon kevés alapanyag kell hozzá. Szerintem nagyon csinoska lesz. Szuper jó. Akkor jó, akinek tetszik, az meg is oszthatja az ismerőseivel a mai Páncélos élő közvetítést, hogy minél többen kapjanak kedvet bársonyporos ajtódíszek készítéséhez. Igyekszem változatosan elhelyezni a mindenféle méretű bársonyporos puha dekorgumi lapocskákat, hogy játékosabbak legyenek ezek a kis levélszerűségek. A kezetekre nagyon vigyázzatok, mert nagyon forró, nekem is nagyon forró. Nagyon szép színe van, azt írja Prumárba, 10.000 zsiga írja, hogy sziasztok, szép estét, nagyon szép lesz. Nagyon örülök, hogyha tetszik. És szerintem nagyon mutatós is lesz, hogyha elkészül. Csoda szép, azt írja Barna Erzsike. De jó! Fogarasi tünde is. Olyanok, mintha valami kis bársony masnik lennének. Azt írja Tóth Jutus, hogy megvan a hiba, szürkére fekete ment és arra a repesztő. Most kentem rá a fehéret, így oké, csak nem olyan lett, mint amit én akartam. Na, nem vagy, nem a lényeg, hogy megrepett. Majd kialakul Jutus. Ez már így fantasztikus, hogy maga a repesztés az sikerült. Nagyon örülök. Az egyfázisú repesztő lakott két festékréteg közé. Kenjük, egy szín, mondjuk szürke, egy fázisú repesztőlak is, utána fekete. Hát ez nagyon szép egyébként, olyan kis semmicske, de maga a színek is gyönyörűek.
Már most nagyon mutatós. És azért volt jó, hogy így megmasszíroztuk a fomiránokat kétszer, ugye egyszer a festés után, egyszer pedig a bársonyporozás után, mert így nem állnak olyan mereven. Nagyon szép, sőt, gyönyörű. Jaj, de aranyosak vagytok, pedig ez igazán egy ilyen kis egyszerűség. Így. Most már látjátok, hogy milyen lesz, míg majd mindjárt finomítunk rajta. Egy kis türelmet kérek. Viszont engedjétek meg, hogy már így nagyjából megvan, hogy melyik az a rész, ami díszítve lesz, és akkor bársonyporozzuk be ezt a sima festett részt. Ehhez ugye megint öntapadó ragasztót használunk. Mondjuk így. Ide nem teszek, majd ide még ragasztok levelet, hiszen még itt van egy-egy harmad puha dekorgumi bársonyporozva. Ide erre a belső ívre még teszek ragasztót. Jó, ez mindjárt meg is szárad, ahogy látjátok, egy kicsit azért legyezek rajta. Így. Na és akkor nézzük, hogy milyen bársonyporok maradtak. Jaj! Sötét. Középső szín. Legvilágosabb, és a maradékja a leveleknek. És most ez szépen körkörösen.
A maradékot pedig ide a ragasztós részekre teszem. Hát a hátulja az nem olyan szép, de majd lefestjük. És még így is maradt egy csomó. Ezt odaadom Nonónak egy kicsit. Nagyon szép, azt írja Feri. De örülök. Remélem, hogy majd elkészítjük. Itt vannak a maradék levélkéink. Arra gondoltam, hogy egy-egy vékony csíkot levágok először. Eri, ezek teljesen a te színeid. Még egyet. A végeit levágom egy kicsit ilyen srégan. Jaj, így is nagyon szépek. Nem minden nap így gyönyörű. Mondjuk így. Ezeket pedig meghagyom így. Ezeket az előbb félbe vágtuk, vagy háromba? Na akkor most háromba vágom. Egy, kettő, három. Hogy változatosak legyenek a kis szirmok. És ugye így is szépek, mert a másik oldaluk festve van. Egyébként be lehet tenni közéjük egy-kettőt, ami fordítva van, ha gondoljátok, hogy a festett része van kifelé, de nekem most nagyon tetszik, hogy ilyen rendkívül harmonikus. Micsoda harangozás van itt most. Egy picit ide fordítom felém, hogy lássam, hogy hova kell még levelecske. Mit tudnátok még rá elképzelni? Hogy tetszene hozzá esetleg egy kicsi aranykiegészítő? Kovácsnyiban a Veszter azt hiszi, hogy egy-két bogyó is jól mutatna rajta. És mondjuk aranybogyó, egy kis füstfólia pehelyen. Mondjuk kisméretű fagolyóból. Mert szerintem is nagyon jól mutatna még Eszterke egy-két bogyó. Jajjaj!
Én már lehet, hogy nem rakok bele még csak egy pár ilyen nagyobb levelet. Apró magtermés. Micsoda? Apró magtermés. Ja, magtermés, az is jó lenne bele. Hát ez ilyen végtelenségig díszíthető, úgy érzem. Na, hát ez milyen bénán van. Az aranyiból jó lesz. Jó lesz? Na, majd mindjárt beletesszük. Még itt az oldalát egy kicsit megigazítom, hogy csinosabb legyen. Ó! Ezt inkább az asztalhoz ragasztottam, mint a koszorúhoz. Egyébként ez nagyon költségbarát, mert egy harmad részét vágtam le a fomiránnak. Úgyhogy ez ilyen tömeggyártásra alkalmas. Megvárjátok, míg az aranygolyókat is beletesszük? Majd mindjárt kitalálok valami egyszerű aranyozási módszert, hogy nehogy egyenként kelljen a golyókat aranyozni. Igen, ha sietünk, az nem jó. Egy részből össze-vissza égetjük magunkat. Másrésztből össze-vissza húzibáljuk a ragasztószálakat. Na? Jó lesz? Igen. Szupi. Tiszta kávés pohár. Aranyfüstfólia pahány. Bele a kávés pohárba. Hungarocám fagolyócskák. Joghurtos tálka. Öntapadó ragasztó. Kurkapálca. Nonóka, fogjad, légy szíves. Mindenkinek legyen egy nonókája, ha nincsen nonókája, akkor legyen egy tűzőhabja, vagy egy hungarocel darabja, amiben betűzögeti a hurkapálcákat. De ne egy csak nonó. Összeragasszom? Még nem ragad össze. Hát vagy hatot kéne csinálnom, igaz? Három. Lehet, hogy nem mindenhol van beragasztózva. Nagyon szép, gyönyörűséges.
De aranyosak vagytok, pedig ilyen kis nagyon egyszerű, de annyira szép színei vannak, és majd mindjárt felturbózzuk ezzel az arannyal. Nektek egyébként hiányzik róla valami szín? Menjünk, Anó, 5? Aha. Akkor ez lesz a 6. Majd meglátjuk, hogy hova tegyünk még bele. Már szín nem hiányzik. Nem hiányzik? Nem. Akkor jó. Egyébként jól mutatna bele szerintem egy kis narancsos vagy sárgás árnyalat is, még az aranyon kívül. Kérek egyet, Nanonka. Én nem vettem. Kérek bele mind a 6-ot. Ha várjál, nem találom benne. Azért. Beleesett? Ma azt hittem mellé. Hát azt hittem most, hogy ezt csak így beleteszem, meg kiveszem. Nem is gondoltam ezt végig szerintem. Megvan. Csak az a baj, hogy az ujjam tiszta ragasztó. Ide húzom, és akkor csak így bele kell másznál. Mint egy jó csavizsapra. Ilyen fondű. Jaj, de szép lett! Azt hittem, sokkal bénábban ragasztóztam be. Mindenki csináljon aranygyöngyöket. Hát ez nagyon szép. Jaj, de csodaságos. Hát ez nagyon luxi. Hát nem is gondoltam, hogy ilyen szép lesz egy sima fagolyó. Se alapozva, se festve, semmi. Az aranyfólia, az aranyfólia. Szuper jó ötleteid vannak. Jó, de szép. Nagyon örülök, hogyha tetszik. Bejövök ma. Lehet, hogy minden tiszta arany lesz, de már egyre gyorsabban haladunk. Hát ez nagyon aranyos. Jaj. Ezt ide gondoltam. Hát 6 golyónk van összesen, úgyhogy azért annyira sok nem lesz benne. Ismét egy csoda Vikitől. Jaj, de cuki! Nagyon aranyosak vagytok. Van, akinek lenne kedve kipróbálni? Több arany golyó is jó lett volna bele. Vagy még kisebbek, de nincs kisebb golyóm. Jó, ezek az arany golyók nagyon szépek vannak. Egyébként ilyen bordó pirossal is nagyon szép lenne. Bordó piros narancssárga. Mondjuk ezt majd valahova ide. Mindjárt beleragasztom őket. Köszönöm. Ha az aranyozás elütkezett mostok, akkor úgy sokkal könnyebb lesz.
Karácsonyi színekkel is szép lehetne. Karácsonyi színekkel is szép lehetne, bizony. Bizony, bizony. Na nézzük, itt van egy luk. Hát ez gyönyörű. Nagyon egyszerű, nagyon kevés dolog kell hozzá. Ezt egy kicsit így megragasztom, hogy jó felé forduljon, mert ez kicsit kifordul magából. Nagyon klassz lett. Szépséges lett. Köszönjük szépen! Hát én köszönöm, hogy itt voltatok ma este is, és remélem, hogy kipróbáljátok. És még maradtak ugye kis levélkék, azokat be lehet ragaszgatni. Egy pillanat ide fordítom, mert ez az utolsó golyó. Heller Katalin azt írja, hogy el fogja készíteni Ferrero Rocher-val. Ferrero Rocher-val? Hogy abba csomagolod a fagolyókat? Vagy Ferrero Rocher-ék lesznek rajta? Az se rossz ötlet, olyat én is kérek egyet. Na, hát elkészültünk, majd mindjárt én még beleragaszgatom a maradék levélkéket. Ismét egy csodaszép különlegesség, önmagában is nagyon szép volt, de az arany feldobta. De egyébként szép volt önmagában is, való igaz. Nekem is tetszett önmagában is. Én még el tudnék képzelni egy olyat is, van is ilyen kis fagyiskelyhem, hogy a fagyiskehely az ilyen bársonyporos, és akkor azt elelakva a kis levelecskékkel, mint egy kis őszi friss puding. Nagyon szép lett, nagyon elegáns, különleges, gyönyörűséges. Nagyon elegáns, igen, nagyon elegáns, és nagyon-nagyon szép színei vannak. Ugye használtunk hozzá matta kréfestékből málna színt, bézs színt, használtunk bársonyporból gránátvöröset, bézst és egy kevés királykéket, hogy egy kicsit ilyen lilás árnyalata legyen, öntapadó ragasztót, és hát a végén egy kicsi aranyfüstfólia pályhet. Igaz? Ennyi mindent használtunk, megragasztottunk. És kellett hozzá egy félkoszorú, egy 25 centis félkoszorú, illetve egy harmad puha dekorgumilap. És szerintem nagyon mutatós. Remélem, hogy sokan elkészítitek. Jövő héten csütörtökön is várlak benneteket, nagy-nagy szeretettel, és múlt héten káprázatos alkotásokat készítettünk, ugye akkor volt ez a csillivilli fali óra, akkor most is egy kicsit ilyen romantikusabb színekkel és formákkal dolgoztunk, viszont jövő héten, ha minden igaz, akkor jönnek a rozsdás őszi dekorációk, úgyhogy várlak benneteket jövő hét csütörtökön is, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Millió puszi nektek, szép estét, ha tetszett a mai alkotás, akkor köszönöm, ha megosztjátok. Millió puszi, sziasztok!